tavaszi fesztivál egyik különleges koncertjére próbálnak épp az egri szimfonikusok. Először hangzik majd el Egerben a székelyfonó, Kodály magyar népzenei hagyományokra épülő daljátéka. Az est egyik különlegességét az adja, hogy a koncerten gyermekek is énekelnek, hiszen az egri Tinódi Sebestyén tagiskola nagykórusát és az EKE gyakorlóiskola kórusát is hallhatja majd a közönség. Kodály Zoltán nem írt gyermekkart a székelyfonóba, de hát azt gondolom, hogy nem eretnek dolog az ő szellemiségében a darab fináléjában, amikor 1000 hangszer szólal meg, akkor gyerek hangokat is alkalmaz, és gyerek hangokon is megszólal az a népdal, amit hát a női kar ottan torka szakadtából megpróbál áténekelni a zenekaron, úgyhogy hát ez egy ilyen össznépi finálé lesz. Szabó Sipos Máté hozzátette, ez a zenei kincsünk, örökségünk így válik egyetemessé, szimbolizálva Kodály örökségét. A gyerekek mellett a nagymúltú több mint 60 éves debreceni Kodály kórus lép fel, a székelyfonót Gál Erika operaénekes főszereplésével adják elő. A szimfonikusok és az egri Farkas Ferenc Zeneiskola népi zenekarának művészeivel együtt közel 200-an lépnek fel vasárnap este a színház nagy színpadán. Ezzel a koncerttel tisztelegve a Kodály évben a zeneszerző előtt.